Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és már is sziszentem a sört, mert hogy nagyon régen volt Unboxing, és egy ilyen fekete, grizzly medve uh, urzus sört fogok felbontani, egy jó román sört, és egyúttal bezzeg romániázni fogunk, ugyanis uh, top. Tízes lista fog következni, tíz dolog, ami szerintem jobb Romániában, mint otthon. Ez egy teljesen szubjektív lista lesz, és személyes tapasztalatok alapján fog megtörténni az ismertetése, illetve hát az összeállítása személyes tapasztalatok alapján történt meg. Úgyhogy vágjunk is bele, először is. Kortyolunk a fekete színű úzus sörből, persze kijönthettem volna a pohárba, és akkor e, láthattátok volna, hogy fekete, de higgyétek el nekem. Na, ez nekem, ez nekem ízlik. Általában én a barna söröket olyan édeskésnek szoktam érezni, de ez olyan, olyan jó kesernyés e, sör, megy a színéhez az íze. Na, hát akkor kezdjük a top 10-es listát. Kezdjük. Én nem fogom a szerint sorba lakni, ahogy szokták, hogy fú, a legkeményebb kijelentés lesz a legelső, és majd az hangszik el legutoljára. Én a saját szubjektív véleményem szerint fogom ezeket sorba rakni és kezdem is mindjárt egy provokatív kijelentéssel. Ugyan jó sörök vannak Romániában, de én nem mondanám, hogy általában jobbak a román sörök a magyaroknál, ellenben egyet kimelek jelenteni, legalábbis nekem ez a véleményem, és én ezt tapasztaltam, hogy a román csuk sör jobb, mint az igazi betiltott, mit tudom én, milyen csiki sör, ez sajnos én ezt így érzem, én kóstoltam mind a kettőt, és a csuksör az íz lett, a csikisör pedig nem. Úgyhogy meg lehet ezért lincselni, le lehet hazaárulózni, le lehet románozni, meg sok mindent lehet mondani, de nekem a, a csuksör jobban ízlik, mint a csikisör. Egyébként mind a kettő csiki, csak hát ugye románul vagy magyarul van. Én értem, hogy a, a csiki elnevezés jobban közel áll az én szívemhez is, mint a csuk. Viszont a beltartalom, ami a korsóban vagy a dobozban van, az nekem jobban ízlik a csuknál. No, hát nézzük a következőt. Térjünk a közlekedésre, de ne a vasútra első, ö, első körben. Azt tapasztaltam, és az főleg itt, ö, főleg itt most, hogy Kelet-Romániában, hát az túlzás, hogy nyaralgatok, mert csak egy hosszú hétvégét csináltam, itt Konstancában olyan szinten udvariasak a gyalogosokkal az autósok, hogy az hihetetlen. Tehát ö, olyanokat tapasztaltam, hogy... Ö, a piros lámpánál átengedik a gyalogos, tehát ö, volt olyan, hogy a bácsi ment át a piros lámpán, és az autó megállt, és nem dudálta a szép türelmesen megvárt, amíg a bácsi áthalad, és utána ö, elindult az autó. És egyébként én is tapasztaltam olyat, hogy odaértem a piros lámpához, és pont így egy ilyen oszlop mögé bekanyarodva álltam meg, mert ugye ott volt a zebra, és az autós megállt, mert nem volt benne biztos, hogy én meg fogok-e állni, vagy átmegyek előtte, és amikor látta, hogy megállok, akkor tovább ment, pedig hát neki volt zöld a lámpa, és hát egyébként ez, ez ilyen szempontból dicséret, tehát tényleg nagyon előzékenyek a gyalogosokkal, egyébként a a vasúti átjárón is nagyon figyelmesen kellnek át, legalábbis erre felé itt Konstanca környékén, viszont egymással már nem ilyen <laughs> Nem ilyen udvariasak, ott farkas törvények vannak az utakon, és ledudálják, és le, hát le nem szorítják egymást, de ott a, bizony az erősebb kutya közlekedik, történet van hátra, és egyébként ez a sztori, meg hogy hogy számítanak arra, hogy valaki átmegy a piroson, ez pont amúgy a, a, a román közlekedési kultúrából következik. Na! Nézzünk akkor egy kis, nézzünk akkor egy kis vasutat. Én a vasútról sebességrekordot hoznék, ugyanis ugye Magyarországon valamikor a 30-as vagy a 40-es években volt utoljára vasúti sebességrekord, már amit úgy komolyabban jegyeztek, akkor 152 km h órával ment a 242-es gőzmozdony. A manapság igazából olyan sebességrekord nincs, 160 a leggyorsabb vonat, és a nagysebességű futópróbákon általában a különleges próbameneteknél ezt azt hiszem 10%-kal szokták túllépni. Nekem van egy olyan a fejemben, mintha 197-tel ment volna vonat Magyarországon leggyorsabban, de ebben nem vagyok biztos, és nem találtam róla, hiába googliztam. Ellenben Romániában idén megdöntötték a hát ha nem is a kelet-európai, mert nem tudom, hogy máshol kelet-európában milyen rekordok vannak, de Romániában így a térség vasúti sebesség rekordját megdöntötték, ugyanis van Romániában egy próba próbapálya, ahol 210 km per órával ment a vonat. Ez persze ugye a térségünkben nem jellemző sebesség, és más más tájakon pedig ez igazán nem számít soknak. Ugye azt hiszem a a talán, a Ausztriában 2.30-al mennek a vonatok, és így tovább, de Magyarországhoz képest a 2.10-es sebesség rekord az rekord. Egyébként volt két közlekedési, illetve nem is közlekedési, amit videóban rosszul mondtam, hogy előbb indult a villamos Bukarestben, mint Budapestben nem, Budapesten nem igaz, mert az lóvasút volt, csak villamosnak írta a Wikipédia helytelenül, utána néztem, úgyhogy abba le voltak mögöttünk maradva. És a tévére se igaz, hiszen azt is mondtam, a, mert rosszul emlékeztem, hogy a magyar tévé, én úgy emlékeztem, hogy 1859-ben indult, de már 53-ban volt kísérleti adás, és 57-ben az állandó adás elindult. Az meg, hogy a román 56-os tévé indulás az, az, az kísérleti, vagy már rendes adás volt-e, azt nem tudom megmondani. Úgyhogy elnézést kérek ha a Bukaresti, bukaresten keresztüli utazós videóban. Ezt a két dolgot rosszul mondtam, mert a forrásaim is pontatlanul írták, illetve én meg nem jól emlékeztem a magyar tévé indulásának az időpontjára. Na, írjuk ezt az úrzuszt, mert soha nem fogy el, én nekem meg aludnom kell. Finom, ez is jó sör, csak ezt nincs mivel összehasonlítani. Nem is tudom, hogy magyar fekete, fekete sört itt, e már valaha. Na, ha már vonat, van a román, nem mindegyiken, de román fővonali személyvonatokon van első osztályú kocsi, sőt, amivel holnap menni fogok, személyvonat, az helyjegyes sima személyvonat. Na, nem tudom már hanyadiknál tartok, mert nem abban a sorrendben olvasom föl, ahogy felolvastam. A következő, körülbelül negyediknél tarthatok. Uh, ötödik. Románia ócsó. Hát már nem annyira ócsó, mint amennyire régebben, meg nem olyan nagyon, de uh, egy átlag költésnél az ember nem nagyon veszi észre, hogy spórolt, de sokkal olcsóbban is ki lehet jönni Romániában, sokkal olcsóbb megoldások vannak kajára, utazásra, erre-arra, többi, Egyébként ha már az utazás, a vonatjegy az nagyon érdekes, mert a személyvonat az nagyon olcsó, a gyors vonat meg majdnem a kétszeresébe kerül, úgyhogy ilyen érdekességek vannak. Az, hogy Románia olcsó, annak nem, annak másoka is van, alacsonyabb az áfa, mint nálunk. Romániában az élelmiszer áfakulcsa 9 százalék, míg nálunk ugye néhány kivétellel az élelmiszerek is a 27 százalékos áfakulcsban vannak, tehát kevesebbet adóznak a románok, mint mi. Hát ezért is olcsóbb Románia. Na, nézzük egy kis kulturális dolgot. A Ugye Romániában ortodox kereszténység a legjellemzőbb ö, dolog, ugye az egyházszakadás előtt, a keleti kereszténység, Konstantiná, Konstantinápoly, stb. stb. Úgyhogy, vagy hogy is mondják, ez Bizánc, e, e, tehát a bizánci kereszténység, és legalábbis látszólag komolyabban veszik a hitüket a románok. Hát nem tudom, ugye ez csak a felszíne, vagy, vagy ez tényleg így van, viszont csak egy példát mondok rá, hogy, hogy nem egyszer láttam mostani utazásomon, hogy bizony a templom mellett, amikor elment a vonat, de úgy, hogy a, ment a vonat és a faluban volt a templom, az űrge pedig egy ilyen elég izé, ilyen félmesztel hajra között a vonaton, fölpatintotta a sört, izé, tehát egy ilyen hót, laza, ilyen izé ürgének látszott, de amikor elmentünk a falu mellett, ahol izé meglátta a templomot, egyből keresztet vetett, és ma a buszon is láttam ilyet, hogy a templom mellett ment el a busz, és egy több utas keresztet vetett a buszon, úgyhogy hát legalábbis a külsőségekben komolyabban veszik a hitüket. Aztán, hogy ez mennyire mély, ezt nem tudom. Ezt, hogy keresztet vetnek, ezt most láttam, viszont hogy komolyabban veszik a hitüket, ezt még Temesváron írtam föl magamnak, mert már akkor meg akartam csinálni ezt a videót nyáron és nem tudom, hogy olvastam valahol, vagy honnan vettem akkor, már nem emlékszem a forrásra, ezért elnézéseteket kérem. Egy nagyon fontos, amit nem mondtam, azt hiszem, hogy majdnem mindent mondtam már, kettő van még hátra. Három. Azt hiszem. Na mindegy, Egyébként több van felírva, csak a valamelyik nem olyan érdekes. Gyors a net, villámgyors a net Romániában, már ahol ugye van, mert például azért hegyek között, meg ilyen-olyan helyeken sokszor előjött a 3G, amit nálunk már én úgy tudom, hogy le is kapcsoltak, vagyis hát legalábbis Budapesten lekapcsoltak. Amúgy Temesváron is, meg itt is azt tapasztaltam, hogy pillanatok alatt ment fölfelé a videó a YouTube csatornámra, úgyhogy, úgyhogy, a romániai a digitális infrastruktúra az nagyon erős ebbe. Ők nagyon sokat fektettek ezt, ők nagyon fontosnak tartják, úgyhogy Úgyhogy Romániában gyorsabban et, mint otthon. Pedig hát otthon is a legerősebb csomagra fizettem elő, és itt mégis gyorsabban et. Bezzeg Románia. És ami nekem, ami egy teljesen személyes dolog, az az, hogy Romániában lehet kapni mititejt vagy mitcset. Szinte nem azt mondom, hogy minden sarkon de de mindenütt bodegákba, útszéli kajádákba az a legjobb kaja szerintem. Volt már róla videó, úgyhogy nem részletezem, ugye ilyen kis fasírt-szerű, de nem fasírt, hanem, hanem mititej, ilyen darált hús rudacskák, és azok vannak kisütve, hát morzsa nincs benne, ugye, vagy zsemle, vagy ilyesmi, és, és hús van benne, általában háromféle, sajnos már nem mindig, itt is múlik a világ dicsősége, mint ahogy Bécsben sem borjúhúsból van a Wienersnitzel általában, meg a Pesti-Bécsi szelet vendéglőkben sem, hát itt is már sok esetben kifelejtik belőle a birka húst, hát ugye azért nem olyan egyszerű az beszerezni, viszont a mititej úgy is finom. És akkor, hogy meglegyen a tíz, mert most nem számoltam, meglegyen a tíz, azért mondok még egyet. Az már tényleg ilyen nagyon kis izé, mert most kilences lista az izé, az hülyén hangzik, és a tizediknek fölvettem azt, amit egyébként fölírtam Temesvárot, hogy, hogy van városi hivatalos hajójárat, tehát nem ilyen kiránduló, meg ezé, hanem rendes városi közlekedési hajójárat. Ugye Budapesten is volt, de Budapesten a Covid alatt megszűnt, és utána nem indult újra. A, a városi Dunai hajózás Temesvárot, a végán közlekedik a hajó, rendes napi jegyekkel, meg bérletekkel igénybe lehet venni és tulajdonképpen azokon a viszonylatokon praktikus is, és utaznak is vele az emberek. Na, hát ez volt Rikárinak a tízes listája. Még amíg elkortyolom ezt a maradék sört, addig egy-két dolgot még elmondok. Amit fölírtam, de az akkor volt aktuális, és nem, nem csináltam meg akkor a videót, ugye, amikor Temesvárot voltam, meg utána. Eh, hogy ott sikeres volt a tanársztrájk, és fölemelték a fizetésüket, még akkor, amikor a nyár elején eh, ellenben nem keresnek jobban, vagy kb. ugyanúgy keresnek. Tehát ilyen pár forint különbség van átszámolva az itteni, meg az otthoni tanárbérek között. Eh, ez már régebbi hír, aztán nem tudom, most friss adatokra nem néztem rá a bukaresti átlagbérek állítólag már magasabbak, mint a budapestiek. Bár ugye most, most a béreknek a változása azért így, én inkább csak utólag mondanám rá, hogy, hogy változnak ezek a dolgok, mert hogy ugye most a nagy inflációval ugye a bérek is azért mennek fölfelé, hát aztán, hogy ez reál értékben hogy néz ki, mondjuk ha a ha, ha, tényleg magasabbak, hogyha még ugyanannyi is a bér Bukarestben, de mondjuk ugye az árcínvonal az valamivel mérsékeltebb, akkor azért uh, a reál értéke az lehet, hogy magasabb. És igen, uh, fölírtam ezt, hogy csak érdekességként uh, Két dolgot. Az egyik az, hogy például a voltak nyilvános WC-k, bár aztán kiderült, hogy nem mindegyik volt nyitva, de például a domtéri az ingyenes volt, a többiben nem jártam. És a másik pedig az, hogy volt városnéző villamos, ami nálunk nincs egyik villamosos városban sem. No hát ez volt a Rikári 10 plusz 3 KB. Ilyen, ilyen sör sure vlogos, sure top toplistája. Remélem, hogy tetszeni fog, vagy remélem, hogy tetszett. Sörámboxing sure is rég volt, úgyhogy épp itt volt az ideje egy ilyen kis laza kis toplistázásnak. Hát nem az a klasszikus toplista videó volt, mint amilyet szoktak csinálni a videósok, majd ha egyszer lesz rá időm, meg kedvem, akkor csinálok olyat is, de addig viszont korcsolom az Urzus sörömet. Már még nem addig fogok Urzus sört vedelni, amíg nem készül el egy ilyen videóm, mert akkor sokáig részeg lennék, hogyha folyamatosan vedelném az Urzus sört addig, és ez nem áll szándékomban. Úgyhogy én ezzel most meg is köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tetszett. Szubjektív volt, de toplista. Meg olyan kicsit olyan izé, panyókás, olyan rikárista, de toplista. Na, sziasztok! Tschüss!